Persze ezen túl még rengeteg kérdés felmerül, azért csat, azért vitaműsor, hogy ezeket tisztázzuk, kezdünk. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Olyan vendégeket hívtunk a mai csatba, akik a két oldalt, a koronavírus járvány kapcsán megjelenő két oldalt azt gondolom, hogy pontosan reprezentálják. Az egyik oldal azt állítja, hogy az egész egy óriási médiakampány, talán egy kicsikét átverés is a maga módján, miközben talán abban nem kételkednek ők sem, hogy ez a vírus ez létezik. A másik oldal pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy védekezni kell, komolyan kell venni, mert óriási társadalmi és egyéni veszélyeket rejt. Erről fog szólni a mai műsor, és ebben próbálunk, ha igazságot tenni, nem is, de a két oldal véleményét ütköztetni. Lássuk, hogy kikkel. Moldokai Zsolt, 59 éves biológus, közgazdász, a Szegedi Tudományegyetem általános orvosi karának, orvosi biológiai intézet vezető professzora. Dolgozott egyebek mellett a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, a Semmelweis Egyetemen és a Bonni Egyetem orvosi karán is meghívott kutató, illetve professzor több Egyesült Államokbeli egyetemen is. A Magyar Tudományos Akadémia doktora egyebek mellett az Olszewski emlékérem és a Nyári László Nívódi birtokosa. Fizikailag is vele szemben ül. Tamás József, 60 éves orvos, a Szegedi Orvostudományi Egyetemen belgyógyász diplomát szerzett, a Kiskunfélegyházi kórházban dolgozott, majd másfél évig Németországban. Később távol-keleti országokban tanult természetgyógyászatot. Hiete egészségügyi főiskola karán, majd a SZOTÉN és a POTE egészségügyi főiskola karán oktatott természetgyógyászatot. Jelenleg magánorvosként praktizál 2012-től PTL doktori iskolának PhD hallgatója. Falus Ferenc, 70 éves orvos, tüdőgyógyász, egészségügyi menedzser is itt van velünk, dolgozott mentőorvosként, majd tüdőgyógyászként a Korányi Intézetben, később a Soter pulmonológiai klinikájának osztályvezető egyetemi adjunktusa lett. A Nyírő Gyula Kórház főigazgatója volt, létrehozta az ország első játékszenvedélybetegeket gyógyító osztályát, majd 3 évig országos tiszti főorvosként dolgozott. 2012-től nem tartja távol magától az ellenzéki politikát sem. És végül a negyedik vendég, Gődény György, 55 éves szakgyógyszerész, aki gyógyszerészeti diplomáját 89-ben a Sote Gyógyszerész Tudományi Karán szerezte. Az általa vezetett gyógyszertár 2018-ban elnyerte a Magyarország kedvenc patikája címet. Testépítés, fitness szakedző, életmód tanácsadó. 2017-ben közös nevező néven pártot is alapítottam, az országgyűlésben nem került be. A Magyar Szabad Ügyök Kutatótársaság tagja, 13 évig a Nyíregyházi Tigers amerikai futballcsapat játékosa volt. Jó estét az uraknak, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hadd kezdjem azzal, amit itt felvetettem, amíg a főcím előtt a bevezető néhány mondatban. Van-e az asztalnál bárki, aki kételkedik a koronavírus járvány létezésében? Ez egy jó jel? Nincs. Van az asztalnál olyan, aki kételkedik abban, hogy az extrém esetben halálos végű betegség is lehet? Hát, ha szabad, akkor én hozzászólok ehhez a témához. A járvány az a mi felfogásunkban, mint politikai akció, politikai vírus és tesztelési járvány, ez létezik. Egy csomó fél információ van a dologgal kapcsolatban, amit médiák ezerszeres erővel sugároznak és kürtölnek. Valójában a legnagyobb téveszme, ami közszájon forog a járvánnyal kapcsolatban, az pedig az, hogy ennyi és ennyi fertőzött van, és ez a dolog átcsúszik abba az irányba, minthogyha ezek betegek lennének azok az emberek, holott a betegség maga az nem érinti több nagyobb hányadát az összteszteltnek, mint 1%. A fertőzöttség száma az nem attól fontos, mert egy fertőzött ember maga is vírushordozóként fertőz? A betegség a fontos, az a lényeg, hogy hányan betegek ezek közül, az emberek közül. Aki nem beteg, az nagyon sokféle vírust és baktériumot hordoz. Falus Ferencnek volt 2010-ben talán tisztifőorvosként egy arra utaló mondata, hogy 20 000 fő fölött beszélünk járványról.
20 ezer beteg vagy 20 ezer fertőzött fölött beszélünk járványról? Ez az influenza járványra vonatkozik, azóta ezt csökkentették 15 ezerre, mi azt jelenti, hogy egy adott héten hányan fordulnak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz. A járványnak a meghatározása a szakma szerint ugye az az, hogyha valamilyen betegségből a sok évi átlagnál több fordul elő, és nem tudjuk, hogy mi a közös ok, akkor azt is járványnak nevezzük. Tehát ha Sopronban és Nyíregyházán egyszerre vannak mondjuk gyakori tüdőgyulladások, akkor azt vizsgálni kell, hogy van-e közös oka, és az járvány. De az is járvány, hogyha ketten betegednek meg, de közös az ok. Tehát ha otthon valaki fertőzött ételt teszik egy családba, azt is járványnak nevezzük szakmailag. Helyi. Nem pedig országos, vagy nem pánik. Amit viszont Tamási doktor mondott az előbb, arra Boldogkői professzor úr szeretett volna valamit mondani. Kitalálta. Tehát, hogyha megengedi, egy lépéssel előért kezdeni. Mielőtt eljöttem erre a vitára, nagyon sokan, sőt lényegében szinte mindenki az ismertségi körömben megpróbált lebeszélni erről a vitáról, mondván, hogy egy ilyen diplomatikus hangnemben lefolytatott beszélgetés az legitimálja lényegében a tudománytalan gondolkodást. A következőt kell emiatt így kijelentenem, azt, hogy ez nem egy tudományos vita lesz, ugyanis a tudomány erről a témáról így, amiket a vírus szkeptikusok állítanak, nem vitatkozik. Tehát ez a társaság lényegében szembe megy. Bocsánat, mi nem vagyunk vírusszkeptikusok. Hogy fogalmazom már meg? Hagyjuk egy pillanatra. Járványszkeptikusok. De én nem szeretném, hogyha ezt a bélyeget irányítjuk. Tudja mindenki, hogy mit mond. A legelején Róna úr föltett egy kérdést, akkor én megfogalmazom, hogy jöttek itt kérdések, hogy mi mik vagyunk. Akkor hagyj fogalmazom, a túloldat azt ismerjük. Na, akkor ezt most érdemes tisztázni, és akkor arra tud reagálni. Most talán utoljára elmondom még egyszer, mert több helyen elmondtam már, tehát nem vagyunk sem vírustagadók, sem oltás ellenesek. Tehát az én gyerekeim és az unokáim is kaptak védőoltásokat, de nem ilyen septiben kifejlesztett oltásokat, amiben mi most reménykedünk. Inkább úgy fogalmaznék, hogy vírusrealisták vagyunk. Én ezt a fogalmat szeretném végre, hogy rögzüljön. Tehát a vírusrealizmus az, hogy megnézzük, hogy pontosan ezzel a járvánnyal hogy állunk jelen pillanatban. De amit ő mond, mint vírusrealizmus, az azt feltételezi, mert a szó jelentése az ez lehet, hogy ez a valóság. Ez az egyetlen valóság. Mi alapvetően külföldi szaktekintélyek, szakemberek véleményei alapján mondjuk azt, amit mondunk. Tehát nem a hasunkra ütöttünk. Tehát akár Oxfordi Egyetemről, akár Mainz Egyetemről, akár a Stanfordról több kutató ugyanazt a véleményt mondja, amit mi. Tehát ők ugyanúgy kritizálják ezeket a járványügyi különböző intézkedéseket, amiket nekünk most el kell viselnünk. De van egy ötletem Boldogkői úrnak, hogy van egy fölajánlásom. Igen. Tehát ha bizonyos dolgokat ön megmagyaráz, és azt mondja, hogy ez logikus, én hajlandó vagyok maszkot hordani, mert hogy ez a fő problémája. Tehát van néhány olyan járványügyi intézkedés, hogyha ezt egy logikusnak tartja és ezt megmagyarázza, akkor én hajlandó vagyok ezen túl maszkot hordani. Félek, hogy nem lehet látni. Jó, akkor most annyit engedjen meg, hogy professzor úr befejezze, amit az előbb elkezdett. Ezt a vírusrealista kifejezést, ezt értjük. Befejezem, de mondjuk ez az oltástagadása meg lehetne kérdezni a Tamási doktort is, meg a Pózs doktort is, hogy mi a véleménye erről, mert én szerintem ők oldalszakadok. Rendben, akkor hogy... Tehát az az állításom, hogy ez nem egy tudományos vita. Tehát amiket önök hoznak, hogy különféle nagyon nagy tudósoknak a véleményének hasonló, ott az a probléma, hogy ezek ilyen flúgos gondolatok. Tehát ezeket a tudósokat, vagy az idézett tudósokat, vagy nem veszik komolyan, vagy nem veszik komolyan, mert olyan háttérrel rendelkeznek, hogy már korábban és más témákban butaságot beszéltek, vagy önök félreértelmezik azt, amit ők mondanak. Ez a két lehetőség van ezek közül. Tudtam nagyon jól, hogy ezután a videó után, mint azután, amit a rádióban folytattunk, egy óriási mértékű, ilyen gyalászkodó hullám fog engem is érni, meg valószínűleg a Ferit is. Azért vállaltuk el mind a ketten, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Ez nem egyszerű téves, amit önök képviselnek, hanem nagyon beszélés a társadalomra, és mint felelős értelmiségiek ezért idejöttünk, a tekintélyünket lényegében kockáztatjuk az önökkel való vitával, de ezt ki kell jelentenem, hogy amit itt nem arról van szó, hogy két tudományos nézet vetélkedik, egymással vitatkozik, hanem arról van szó, hogy önök tudománytan nézetet képviselnek, vagy mert nem értik a tudományt, vagy nem akarják érteni ezt. Én nagyra becsülöm önt, mert eljött ide és velünk szóba áll. Tehát le a kalappal. De az, hogy mi nem lennénk felelősek, azt azért kétségbe vonom. Tehát nekem például gyermekeim vannak, unokáim vannak, akiknek a jövőjét féltem. Tamási doktor ugyanígy van ezzel.
Tehát felelősek vagyunk. Idős édesanyám van, 83. éves. Tehát felelősen gondolkodok, nem össze-vissza beszélek. De még egyszer a felajánlás. Én nem mondtam, hogy nem felelősen, akkor nem érti, hogy miről van szó. Hát hogy ne érteném, hogy miről van szó? Tehát felelősen gondolkodok, maradjunk ennyire. Nem ilyen embereknek a videó üzeneteiből kéne tájékozódni, hanem tudományos cikkeket kéne olvasni. Nem videó üzeneteiből tájékozódunk, tudományos cikkeket olvasunk, majd idézek belőle, jó, hogyha oda eljutunk. Rendben. Tehát felelősen gondolkodunk, ezért nem szeretnénk, ha a gyerekeink egy furcsa jövőben nőnének föl, ahol egy koronavírus járvány idézőjelben határozza meg a mindennapi cselekedetet. De mondtam egy felajánlást. Tehát én fölveszem a maszkot, ha ő meg tudja logikusan magyarázni azokat a járványügyi intézkedéseket, amit felsorol. Nézzen ide, nem lehet látni, hogy British Journal of... Hadd mondja már végig. Tehát, okay. Na. Tehát mondjuk... Nagyon könnyen elengedik az urak ezt. Boldogkői úrnak van egy listája, amit szeretett volna megmutatni, igen, meg felolvasni. Szerintem ezt pro és kontra végig lehet játszani, és nekem az lenne a kérésem, hogy persze Tamasi úr is, meg Falus úr is ebben vegyenek részt. Tehát ne kettejük vitája legyen. Mind a kettőjüknek van egy listája. Az egyik a nem létező állítások, vagy nem megalapozott állítások listája, a másik pedig az ön szerint meg nem alapozott állítások listája. Ezeket lehet ütköztetni. Ezek veselkedjünk neki, szerintem haladjunk, persze. Olyan dolgokról beszélnék, ami az embereket érdekel. Hát ez is az valószínűleg. Nézzük meg. Tehát, hogyha lehet így menni, akkor esetleg mondom én, hogyha nem, akkor majd átveszem. Én csak azt az egyet kérem, hogy ne minősítgessen bennünket. Pontosan. Az a probléma ezzel... Maradjunk vagy objektív dolgoknál. Az a probléma ezzel, hogy nem szerette volna azt, hogy itt egy értelmiségi vitának tűnne az egész, ahol mind a két érv megfontolandó. Mert mi nem tartozunk az értelmiséghez, vagy milyen alapon minősítgessen? Én rábíznám ezt a nézőkre, hogy mit tartanak megfontolandónak, azt gondolom, nem tudják, hogy jönni, ezzel a témával foglalkozó felnőtt emberek ülnek az asztalnál. Fognak diagramok, nevek, nagy tudósok, és senkinek fogalma nem lesz arról, hogy mi a helyzet. Ezt tisztázni kellett, hogy amit önök képviselnek, a tudományban erről nincsen vita. Sajnálom, hogyha sértő önöknek, ez nem azt jelenti, hogy ön nem felelős. Valószínűleg, igen, biztos vagyok benne, hogy azt gondolja, hogy igaza van. Sőt, azt sem gondolom, hogy olyan ostoba ember. Én önt kifejezetten értelmes embernek tartom, csak egy prekoncepciónak a fogja. Nem bír kiszabadulni egy információs borokból. Valóban tegyük meg, hogy ne egymást minősítsék. Tehát az egyik legfontosabb állításuk önöknek, hogy lényegében ez a járvány nem létezik. Tehát most ugye ketten vannak itt, de együtt mutatkoznak a Pors doktortól kezdve, idézik ezeket a különféle nemzetközi idoljaikat. Az, hogy a járvány lényegében egy világhatalmi összeesküvés. Tehát ez egy akkora abszolút... Bocsánat, ilyet az én számból hallott valaha? Tehát nem mondjon olyan vad dolgot, amit soha nem mondtak ki. A konferencián, amit ott voltak mindnyájan, nem volt arról szó, például a postdoktor kijelentésében, hogy ez a WHO, aki mögött ott van, Bill Gates, azt szervezi az egészet, hogy lebetegítse a világot, és akkor egy kis profit... Ne hipotézisekről beszélünk, arról beszélünk, hogy megtagadják ennek ezek? Tehát nincs ilyen? Nagyon szánalmasnak tartom, hogy egy tudós ember ilyen állításokat fogalmaz meg, és minősíti. Én nem gondoltam, hogy letagadják ezt. Tehát hogyha tudós emberről van szó, akkor idézzen valamiféle tudományos irodalmat, vagy állítson valamit, amit tud igazolni saját kísérletekkel, de nem minősítgessen másokat. De ezt nem gondoltam, hogy letagadják. Megint arról szól a történet, hogy ki kicsoda, ki kamu, ki... Nézzük a járványt is, nézzük a járványt is, nézzük a tényeket. Én azt javaslom mindannyiunknak, hogy ezzel tudunk egy kicsikét előrébb jutni ebben a beszélgetésben. Most ott tartunk, hogy naponta 1000-nél több fertőzöttet jeleznek itt Magyarországon, vagy közel 1000-et. Ott tartunk, hogy Nagy-Britanniában a legmagasabb fokozatúra emelték éppen a mai napon a vírus ellenes védekezés minősítését. Igen, ott tartunk, hogy Németországban azt javasolják a német állampolgároknak, hogy ne jöjjenek Magyarországra, mert akkora kezd lenni Magyarországon a járvány. És azon vitatkozunk, ha jól értem, hogy ez egyáltalán egy valódi járványe, vagy egy egyedi megbetegedések halmazáról szóló valami. Jól értem, hogy ezen vitatkozunk? Nem egészen, mert egyedi megbetegedések sincsenek, tehát egyáltalán a betegség témakör a differenciál diagnosztikai szempontból nincsen tisztázva. Tehát ez egy felső légúti, alsó légúti megbetegedés, aminek van valamiféle kórképe, ami nincs eldifferenciálva a többi hasonló típusú légúti szezonális megbetegedéstől, és ezt a betegséget, ezt kellene számon tartani, nem pedig a fertőzöttek arányát, miféle fertőzöttek tényleg vannak, nincs ez, akik teljesen tünetmentesek. Én ezt nem értem őszintén szólva, megengedik, én is hoztam egy pár mondatot, hogyha megengedik, felolvasom az elején.
hogy én hosszan gondolkodtam azon, hogy elfogadjam-e Róna Jegon úr meghívását, hogy önökkel egy térben legyek. Nekünk nincsenek közös dolgaink. Viszont önöknek nagyon sok követőjük van, akik sokan hisznek önöknek. Miattuk vagyok itt, hát ha engem is meghallgatnak, mert hogy itt hitről van szó, és ahol én szoktam beszélni vagy nyilatkozni, az valószínűleg az önök követői nem hallgatják, mint hogy én is nagyon ritkán hallgatom az önök videóit és egyebeket. Önök reményt árulnak, ráadásul jó pénzért, és ezért követik önöket. Bocsánat, miért? Megengedj, hogy végig mondjam? Nem, mert itt olyan dolgok merülnek föl, ami nonsensz. Rögtön utána, jó? Engem a barátaim már januárban szittak, hogy miért riogatok, hogy nagy járvány lesz, honnan tudom. A félelem a betegségtől, később a korlátozások nehézségeinek elviselése ellen védekeznek nagyon sokan a tagadással, és ehhez nyújtanak önök reményt. Tévesztenek meg sokakat, és ezzel sokak egészségét veszélyeztetik. Sokkal népszerűtlenebb dolog a valóságot elmondani, megszorításokat támogatni, amiket én rendszeresen megkapok mostanában, de az élet a legfontosabb, és nem kellene ebben az országban az emberi élettel kufárkodni, de ez nem csak önökre vonatkozik. De én azt hiszem, hogy itt beszélgetünk, és nem ilyen előre megírt. Jó, hát azt gondolom, a Falusi ezt most elmondta, itt az alkalom, hogy reagáljanak rá. Tehát, hogy fertőzöttekről beszélünk, tehát tegyük tisztába a dolgokat. Tehát vannak teszt pozitív esetek, amiket fertőzöttként kommunikálunk. Ez nem így van. Ja, bocsánat, bocsánat, a fertőzöttek nem betegek. Ez nem igaz. Nem, az mind beteg, igaz? Az mind kórházi ellátásra szól, stb. Nem, fertőzött és beteg óriási különbség. Nem, tessék szerintem egy picit utána olvasni ennek a dolognak. A koronavírus betegségnek az ég adta egy világon semmi köze nincs az influenzához. Ki miért nincs most köze? Influenzáról? Azért beszélek influenzáról, mert nagyon sokan arról beszélnek, hogy ez egy influenza-szerű betegség, de hát nem az. Ha az nem, influenza... Mindjárt elmondom, ha megengedik. Hogy miben különbözik? Az influenzából valaki átesik rajta és meggyógyul, akkor egészséges. Igen. A koronavírus betegség egy rendszerbetegség, ami az érfalnak a belső falát érinti, mikroembolizációt okoz, a vesét, az agyat, a szívet érinti, és egyenlőre fogalmunk szerintem sincs róla, hogy milyen hosszú távú hatásai vannak. Hát ez, ráadásul ki vagyunk téve pillanatnyilag annak a veszélynek, hogy azok, akik enyhén esnek át ezen a betegségen, vagy tünetmentesek, azoknál is meg fognak jelenni ezek a hosszú távú ezek hatások. Mind hipotézisek. Ezek nem hipotézisek. Ezek nem hipotézisek, mert a magyar érsportolókat ma már hivatalosan nem engedik vissza a terhelésre, addig, amíg kardiológiai konzílium nem mondja azt, nagyszerű, hogy mehetnek vissza. Amiből belevágott, az nem erről szólt. Én azt mondtam, a teszt pozitív eseteket fertőzöttként könyveljük el, holott az azt jelenti, hogy betegek, de nem betegek, hanem teszt pozitívak, és a túlnyomó része az embereknek tünetmentesen jön ki ebből a fertőzésből is. Tehát alapvetően tegyük tisztába a dolgokat, és ezzel nem szabad riogatni az embereket. Mert ott ülnek otthon, és csak ezt hallják, új teszt pozitív, új megbetegedés, új nem tudom micsoda. Az a kérdés pillanatnyilag, hogy azok, akik megbetegednek, azokért mi aggódunk-e vagy nem. Mert én például aggódok azért a 15-20%-ért, akik súlyos tünetekkel betegednek ebben meg. 15-20%, hogyha megnéz az irodalmi adatokat. Akkor igazán... Tehát, hogyha önök ugye belgyógyászt nézik a szakirodalmat, nem videóba tájékozódnak, az biztosan tudják, hogy ezt a bergamói kórházi esetet megvizsgálták, hogy elhagyták ugye a betegség után a kórházat. Tudják, hogy ahogy hány százalék lett utána még súlyos a tüdő problémákkal, különböző szív problémákkal, meg érrendszeri problémákkal. Tudják a számot, ugye? Mondjam, megvoltak mondjuk a számot, pillanatok. Hát fejezem már be. Nem tudom befejezni, amit mondok. Tehát több mint 60%-a a kórházat elhagyó pácienseknek Bergamóba, Olaszországban súlyos mellékhatásokkal küzdött. Csináltak Németországban is egy hasonló vizsgálatot. Egy pillanatot, tehát Németországban ez egy 80%-os adat volt. Akik elhagyták a kórházat, 80%-ban súlyos tüneteik voltak. Szív- és rendszeri betegségek, tüdő, fáradtság, mentális problémákkal küzdöttek. Más ilyen vizsgálatok is vannak. Tehát igazából itt nem csak arról van szó, hogy hányan halnak meg, hanem ez a vírus egy olyan vírus, ami nagyon súlyos tüneteket okoz. Olyanoknál is, a bergamói adatokat, hogy a komorbiditást, a társult krónikus betegségek milyen arányban vettek részt azoknál a pácienseknél. Ez egy hát más kérdés. Jelenti,
Nem más, mert kikerült a kórházba, neki előtte is volt ilyen problémája. Hát előtte is volt szívelégtelensége, előtte is cukorbeteg volt, előtte is volt magas vérnyomása, és számtalan problémája. Így van. Na most miután ön mutatja ezeket az ábrákat, én is mutatom. Ez az Euromomónak az adatja, nem tudom, látszik-e. Itt lehet látni ezt a tüskét, hogy tavasszal az összes életkorban együtt mennyi plusz halálozás volt. Itt alul látszik a sok évi átlag. Na most nézzük tovább, ugye, mert ön azt állít... Hol vannak ezek a halottak és betegek Magyarországon? Itt. Magyarországon. Nem Magyarországon. Azt azért nem gondolhatjuk, hogy mi egy különleges nép vagyunk, ahol egész más szabályok vonatkoznak rá. Az olaszországi összhalálozást mondjuk augusztusig. Megmutathatom? A tavalyi évet és az idei. Egy pillanat, megmutatom mindjárt. Ugyanez, hogyha a 15-44 éves korosztályt nézzük, tehát a fiatalok között... Itt, igen, itt is itt a tüske. Tehát ott is volt olyan elkerülhető plusz halálozás, ami nem lett volna. Nézzük tovább. Megengedik? Bocsánat, egyikünk beszél, aztán én is meghallgatom önt. Az Euromomónak ugyanez az oldala 65 év felett, amiben önöknek teljesen igazuk van, hogy ahol komorbiditás van, ott sokkal több a szövődmény és a halálozás, de az is előfordul, hogy teljesen egészséges emberek halnak meg. Ha megnézik a magyarországi hivatalos statisztikát, hogy milyen komorbiditási adatok vannak ott, akkor abba lehet látni nagyon kedvesen. Ilyen ötletek vannak, hogy székrekedés jelenik meg benne. Tehát a 65 év fölött ez van. És akkor még, de bocsánat, hagyd mutassam már végig, jó? Nem előadóestet tartok, csak megmutatom, hogy ennyi volt a plusz, ez a kék vonal, az az elkerülhető halálozás Európában a korábbi évekhez, ami nem lett volna, ha nem lett volna a járvány. Mit szeretne mondani, Gödény úr? De még egy pillanat, hagyd mutassam még meg picit. Jó? Tessék, Spanyolországban a plusz halálozás, Angliában a plusz halálozás, Svédországban kevesebb, és önök mit tesznek fel az oldalukra? Ezt. Nézzük, hogy nincs meg, halálozás. Itt tévesztik meg az emberek. Nem tévesztük meg, Euromomóra raktunk adatokat aktuálisan akkor, amikor. Tehát azt nézzük meg, hogy az olaszországi összhalálozás hol tart, mondjuk egy augusztusi dátumig, a tavalyi év és az idei. Nincs szignifikáns különbség. Nincs. Ugyanezt megnéztük Spanyolországban, összhalálozásban nincs szignifikáns különbség. Mutathat csúcsokat, az a csúcsok máskor is megvannak, van, ahol laposabb a görbe, egyéb miatt. Most mit mutogat? Tehát na most a pillanat, az összhalálozásban eltérés nincsen, hát milyen járványról beszélünk. Az, hogy egy évben, az egész évre vetítve, az összhalálozás több volt-e vagy nem. Tehát, hogyha azt mondja, hogy a járvány következtében idő előtti halálozás volt, akkor az csak egy év lezajlása után lehet megvizsgálni. Ugyanúgy, ahogy a szezonális influenza halálozását látjuk. Azzal, hogy... De ez nem riogatás. De 8 hónapot már látunk, az már mutatja, hogy körülbelül mi lesz abban az esztendőben. Van egy egyszerű dolog. Tehát nézzük meg az Egyesült Államokat, amit a vírus a leginkább érintett, és Egyesült Államokban még távolról sincs vége a járványnak. Jelenleg az összhalálozás aránya a Covid-nak körülbelül 12%. Tehát gyakorlatilag a harmadik leggyakoribb halálokká lépett elő, ugye a szív- és érrendszeri betegségek, a rák a harmadik. És nincs vége a járványnak. Tehát azt jelenti, hogy 200 ezer ember meghalt, 1,7 millió ember hal meg. A 200 ezer már a Covid miatt halt meg, és még hol vagyunk? De várjon, de hát pont a CDC. Jól értem, akkor az urak azt mondják, hogy ezek az elhunytak nem is feltétlenül a Covid miatt haltak meg, hanem őket egyéb betegségek is elvitték volna. A CDC maga korrigálta ezt a 200 ezeres halált, és kihozta, hogy 10 ezer alatt van. Hamis, nem nézte meg ezt az adatot, az összhalálozás, viszont maga a CDC jelentette ki, hogy a vírustagadók, nevezzük így, hamisan értelmezik az eredményeket. 6%-kal nem volt komorbiditás, de a többi, a 94% is azért halt meg, mert vírusfertőzés volt. Ezek az emberek éltek volna még éveket, esetleg évtizedeket, de jött a vírus. Kicsit később, jó? Magyar helyzetről beszélünk pillanatokban, egyébként is ez lett volna a szándékunk egy kis szünet után. Önnek több új üzenete ért. Koronavírus járvány, a járvány szót is félve mondom ki, mert most odáig eljutottunk, hogy vagy van járvány, vagy nincs járvány, de hát ez a két oldalon ülő, két ellen véleménnyel rendelkező fél véleményét ütközteti. Ez a mai műsor egyébként is erről szól. És van egy idézetünk is, hogy rögtön a cél felé tartsunk, az például a következőképpen hangzik.
A fertőzés terjedésének lassítása csak úgy működhet, ha betartjuk azokat a megelőző, védekező higiénés szabályokat, amelyek megakadályozzák a vírus terjedését. Ilyen az orrot és száját eltakaró maszk használata. Bizonyított tény, hogy ha a lakosság 80%-a maszkot hordana, a fertőzések száma a tizedére csökkenne. A Népegészségügyi Központ közleménye volt, és hát a maszk használatról fogunk beszélgetni a következőben, amikről bármilyen furcsa, vagy nem is az, szintén nem egyezik az urak véleménye. Én műsorvezetőként általában nem hordok itt a stúdióban maszkot, mindenhol máshol egyébként igen, ahol közösségbe megyek. Itt viszont az asztalnál láthatóan ebben is megoszlanak a csapatok. Az egyik oldalon van maszk, a másik oldalon nincs maszk. Ne legyen maszk? Jelen pillanatban a maszkok használata, ez, ami tényként lett elkönyvelve, abszolút nem bizonyított. Több tucatnyi olyan vizsgálat van, ami alapján nem bizonyították a maszkok hasznosságát. Én csak egy dolgot mondok, az OGI honlapján mit található maszkokkal? Tehát maszkokat nem mindegy, hogy miért használunk. Tehát ilyen szövetmaszkokat, illetve orvosi maszkokat abszolút nem garantálja az OGI, hogy védnek bármitől is. Sokkal inkább az, hogy magasabb követelményrendszernek megfelelő maszkokat kell használni. Tehát például N95-öt meg FFP maszkokat. Azoknak is a rendszeres és szabályos viselete védene bármit is a vírustól, és 95%-ban. Arról ne beszéljük, hogy ezek a maszkok gyermekek számára alkalmatlanok. Ez az OGI állásfoglalása, ami az oldalakon megtalálható. De számos ilyen rendelkezés van, ami felborzolja az emberek gondolkodását. Tehát akkor a doktor urak, amilyen maszkokat használnak, ezt feleslegesen vették most? Abszolút alkalmatlan bármire is. Hát akkor ha lehet rá válaszolni. Az OGI-t nem tudom. Igazából a WHO-nak is volt egy ilyen szerencsétlen állásfoglalása. Sajnos a WHO néha gittegylekként működik, tudnék példát mondani erre, de utána megváltozott neki. Egyébként a hazai szakmai szervezetek közül egyedül az OGI az, aki nem határozott el önöktől, tehát ugye ma a Magyar Tudományos Akadémia is, Müller Cecília is elhatározott önöktől, korábban a MOK, tehát minden szakmai bocsánat, szervezet. Az bocsánat, egy fél mondat, hogy az OGI-nek nem hatásköre a maszkok vizsgálata, az a Nemzeti Népegészségügyi Központban. Van egy rész, lehet, hogy ott olvasta, de ott van egy vizsgáló részleg, aki a maszkokat vizsgálja és hitelesíti. Úgyhogy ebben különben önnek igaza van, hogy milyen típusú maszk az, ami jobban véd. Ez az államnak a feladata lenne, hogy ezeket a maszkokat az önök számára is biztosítsa, méghozzá hatósági áron biztosítsa, hogy mindenki hozzá tudjon jutni. Tehát teljesen igazuk van abba, hogy mindenki számára az FFP2-es számú masznak a viselése lenne az alkalmas, és hogyha 8 órát hordta ezt a maszkot, akkor azt bizony el kell dobni, és veszélyes hulladékként meg sem. De Győdény és Tamási urak azért nem ülnek itt maszkban, hogy azt demonstrálják, hogy a maszk használata felesleges? Én azt gondolom, hogy a nézőket meg kell annyival tisztelni, hogy értsék, lássák azt, amit a szereplő, a műsor vendége produkál, és nem pedig egy maszk mögött valamit motyog. Ennek hát, igaza van, ez csak az a következése van ennek a dolognak. Ez a műsor ez nem arról szól, hogy a masznak a propagandáját valami a védelemre alkalmatlan. Jelenleg minden műsor arról szól, hogy a maszkot kell propagálni, és nagyon örülök annak, hogy a kormány tagjai és a miniszterelnök is képes volt ráértni arra, hogy saját magát is védenie kell, és felvették a maszkot. Nagyon nagy baj, hogy ezt augusztusban nem tették meg, mert ezért kerültünk most abba a helyzetbe, hogy a járvány ilyen mértékben elszabadult. Hát önök hiába beszélnek arról, hogy mi volt eddig. A járvány most kezdődik igazán Magyarországon. Nézzük meg az intézkedéseket, amelyek ezt alátámasztják. Hát milyen logika alapján kell nekünk maszkot hordani, hogy megvédjünk bárkit is a fertőzéstől, illetve a következő hullámtól, amikor mondjuk bemegyek egy vendéglátó helyiségbe, és nekem nem kell maszkot hordanom, a pincérnek kell, de a szakácsnak megint nem kell. Milyen rendelkezés az, amikor bemegyek egy cukrászdába, ha elvitelre viszek valamit, akkor maszkot kell fölvegyek, ha ott fogyasztom, akkor nem kell maszkot venni. Ugyanez, hogyha az általános iskolában mondjuk bent az osztályteremben fél méterre a gyerekek nem kell, hogy maszkot hordjanak, sőt távolságot se tartsanak, de amikor kimennek az udvarra, folyosóra, akkor másfél méter kell is, és maszkhordás kell. Tehát könyörgöm, ezzel fogjuk alátámasztani azt, hogy ez a maszk nagyon jó maszk. Nem a maszkviselés ellen szól, egyedül hanem a kormányzatnak határozzák meg az emberek élete. Semmi köze nincs ahhoz, hogy a maszk véde vagy nem véde. Ön bedobott egy bullshitet, hogy ezek a
az intézkedések működnek Magyarországon. Csomó cég, ezek az intézkedések pont nem működnek Magyarországon, mert nem fogták meg a járványt. Tehát rengeteg cikk szól arról, hogy nincs értelme a maszk használatnak, ez nem igaz, ezt tanúsítottam, hogy olvasom a cikkeket. A cikkek arról szólnak, hogy van. Bemutatom a British Medical Journal-nek a vizsgálatát, ami a egyik legrangosabb orvosi lap. Ez nem tegyenek, hogy a kamera felé mutatja. Egy normál masznak a vizsgálatával, különböző szituációkkal. A lényeg az itt a zöld, hogy itt nagyon alacsony a kockázata a fertőzésnek, a pirosnál pedig nagyon magas. Tehát, de ebből most nem tudjuk el, hogy melyik ábra mit mutat. Vannak itt a lényeg az, hogy ha nem viselnék maszkot egyáltalán, akkor piros lenne minden. Tehát itt lényegében, tehát van itt, hogy rövid ideig tartó kontaktusnál, hosszabb ideig tartó kontaktusnál, stb. Maszk nélkül és maszkkal, ez egyértelműen megmutatja az ábra a zöld dominanciájával, hogy ott, ahol viseljük a maszkot. Kérdezem, mi értelme olyan maszkot használni, amit minden nap használunk, hónapokon keresztül, rongyos, foltos, stb. A gyerekeknek minek maszkot hordani? Pontosan, piszkálja, babrálja az arcát, abszolút alkalmatlan arra, hogy bármitől is megvédje. Arról nem beszél, hogy a japánok is csináltak vizsgálatot, és a hátsó kiáramlás sokkal jelentősebb az ilyen maszkoknál, igen, mint egyébként. Én ettől tartok, hogy ilyen bedobott dolgok vannak a japánnak, ez az, és akkor olyan, mint hogy a fények lennének. Tudományos cikket. Újabb ábra érkezik, bocsánat, itt van Nick. Megengedik, hogy ennek kedvesek megnézni ezt a francia ábrát? Ez hadugság, amit ön mond. Urak, most figyelmet kérnék, mert a kedves nézők most nem önöket látják, hanem egy grafikát látnak, ami azt mutatja, hogyha megkapjuk újra, akkor meg is tudjuk magyarázni, hogy milyen a fertőzöttség aránya különböző helyzetekben. Tehát, hogyha valaki fertőzött, és szembe köhög valakit, aki nincsen maszk, akkor 90% a valószínűsége, hogy megfertőzi a másikat. Ha egy fertőzött olyannal beszél szemben, vagy köhög rá, akin maszk van, akkor már csak 30% a kockázat. Ha a fertőzöttön maszk van, és a másikon nincs maszk, akkor már csak 5% a kockázat, és ha mind a kettőjükön maszk van, akkor már csak 1,5%. Szeretném tudni, milyen maszkot használtok ott, így van. Pontosan. A vizsgálatot pontosan szeretném minden látni. Típusú maszk. Akkor abban egyetértés van, álljunk meg egy pillanatra, mert ez egy fontos kérdés. Abban tehát egyetértés van, hogy megfelelő minőségű jó maszkot kellene használni? Nem egészen van egyetértés. Na, akkor ebben sem. A probléma az, hogy egyrészt ezeket nagyon sokféle vizsgálatban már vizsgálták, és nem azokat publikálja a Brodok úr most sem, mert analízisek voltak, a többsége azoknak a legmagasabb szintű sebészeti maszk volt, amire vizsgálatokat csináltak. Az emberek 99%-a nem ilyen maszkot hord az utcán. Másrészt olyan szituációkban vizsgálták, amikor megfelelő számú kórokozó van. Tehát nem arról van szó, hogy a normál flóránknak, a kilégzett flóránknak a szűrését hatékonyan végzi, vagy nem hatékonyan, hanem egy súlyos fertőzés esetén, mondjuk egy influenzás esetben, az véd, vagy nem véd. Tehát teljesen más szituáció akkor, hogyha egy fertőző betegség nagy csíra szám esetén a maszkot használom, vagy nem használom. Ezt nagyon jól tudták a távol-keletiek már hosszú évtizedek óta, hiszen amikor valaki beteg volt, akkor ugye itt is ezt mondták először, hogy aki beteg, az hordjon maszkot. Igen, csak ez teljesen rendben van. Ezzel, hogy 5-7 nap a lappangási idő. Onnan tudjuk, hogy ötünk közül ki nem fog megbetegedni a következő héten? Ha hipotézisekkel alapolunk, akkor soha nem jutunk előre. Hát lehet, hogy beteg lesz valaki, és ezért hordjon mindenki maszkot, mert nem tudom, mi fog történni vele, ha nem hord maszkot. Jelen pillanatban a magyar járványügyi adatokat megnézünk, sehol nem tartunk. Még egyszer elmondom, tehát a tesztpozitívak azok nem betegek, hanem csak tesztpozitívak. Tehát jelen pillanatban Magyarországon nem tudom Falus doktor miket jósol, hogy milyen dolgok fognak történni, de jelen pillanatban az adatok alapján ez nincs. Hogy veszélyben vannak a fiatalok. Orbán Viktor a parlamentben 200 ezer beteg embert jósolt a legrosszabb opcióval számolva. Igen, a tavasszal az orvosi kamara pedig 50 ezer halottat jósolt, és töredékesen lett, ugye? És ezek a jóslások, ezek csak arra valók, hogy a riadalmat keltsék, semmilyen valóság alapján. Bocsánat, ez sem egészen így van. Vannak... Tehát a probléma a következő. Tehát a koronavírus járvány egy új dolog. Amikor elindult, akkor nagyon keveset tudtuk róla. Most egyre többet tudunk, de nem minden világos még. Amit márciusban, áprilisban mondtunk, sokan mondtunk, felírtátok olyan dolgokat, ami nem bizonyult igaznak. De ez a tudomány. Tehát nem tudjuk először, lehet, hogy nem kéne mondjuk publikusan jósolgatni, ha nem tudunk, azt nem tudom. Nem tudunk. Ahogy többet tudunk, egyre többet tudunk, ahhoz ragaszkodunk.
Önöknek prekoncepciói vannak, a tutit tudják, és mindig ugyanazt mondják, de tévednek. Nézzük csak a vizsgálatokat, mi tehát például a maszkot illetően abszolút száfolom önöket, tehát a maszkot illetően még egyszer hangsúlyozom, ez a legfontosabb dolog a maszk jelenleg. Hogyha viselünk maszkot, elképzelhető, hogy elkerüljük azt, ami ellen küzdenek. Nem szeretnék, hogy veszélyben van a lakosság egy ha viseljük egy a maszkot, lehetséges, hogy el tudnánk kerülni ezt. Ezt figyelni, de gondolkozzon ezen. Hát, hogyha ezt képviselni ezt, akkor azt, amit akarnak, sokkal jobban el tudnák érni. Maszkot kell viselni. Maszkot kell viselni, meddig kell maszkot viselni? Tehát jelen pillanatban van egy populáció, amelyik veszélyeztetett ebből azokból kifolyólag. Idősek főleg több krónikus betegséggel rendelkeznek. Mindig azt mondtuk, hogy őket meg kell védeni. Tehát nem kell mindenkinek maszkot hordani, ő rájuk kell vigyázni, és hagyni kell, hogy a populáción átesse. Hogy vigyázzunk rá, hogy maszkkal megyünk a nagyomához. Tehát akkor a Science-ben mit írtak? Hogy kereszt, T-sejtes immunitás van, erre a koronavírusra. Ne csináljon így, amikor oda leírták, és nem egy vizsgálat van. Nem a Science, azt de, pontosan, a Batrira, hogy vatkozott előző vitánkat? Nem. Hogy mondjam meg ezt? Augusztus 4, bocsánat. Azt mondta augusztus 4, nem azt a német vizsgálatot mondta meg a múltkor. Ezt viszont szerintem a kedves nézők egyáltalán nem tudják követni, ki kire, mire. T-sejtes immunitás van a lakosság 80%-a körül, pontosan erre a koronavírusra is, mert csináltak egy olyan vizsgálatot, ahol megnézték koronavírus fertőzötteknek ezt a sejtes immunitását, és összehasonlították 2007 és 2019 közötti vérmintákkal, és azokban is megtalálták erre már az ellenőrzést. Hát akkor a populáció 20%-a az, aki erre a vírusra betegként reagál? Igen, de a 20%-ban meg már nem tud kialakulni semmilyen járvány, mert a 20% már alkalmatlan fizikálisan arra, hogy... Ez viszont Falus úr szakmája. Egy pillanat, erre hadd reagáljon. 20% nem erre vonatkozik. A lakosságnak ebben a járványban egy 50-60%-os védettsége kellene kialakulni ahhoz, hogy a vírus nehezebben találjon olyat, akit megfertőz. De nem 80%, mert ez nincs meg pillanatban. Mi az, hogy nem igaz? Olvassa már el. A Bakri állítása, tehát 80-90% a keresztreaktivitás, tehát az, hogy vannak koronavírusaink, amik náthát okoznak. Azt mondja ez az ember, hogy ezek miatt kialakulnak úgynevezett ilyen T-sejtes immunitást, és ez meg fog védeni bennünket ettől a koronavírustól. Tehát ez az alapmondás. Igen, egy videó üzenetében közölte ezt a Bakri. A Science Labban ott van, amit önhivatkozik, hogy nem olvast el, hogy nem igaz a 80%, hanem körülbelül 20% van, és felhívják a figyelmet. Ez a 20%, ez nem jelenti azt, hogy ezek az emberek védettek is. Ez ugyanaz, mint az influenza esetében, hogy az előző influenza, ugye, mint a következő személy, ez más. Ne beszéljünk, hogy Falus doktor mondta az influenzáról, ne beszéljünk úgy, mint a koronavírus. Hát, tehát nem ugyanaz a történet. Nem 100%-os védelem, a mutációs lehetősége sem ugyanaz, mint a koronavírusnak, mint az influenza. Gödény úr viszont korábban azt mondta, ezt nem is én fogom felolvasni, nem hallgassuk meg. Ez a vírus nem okoz akkora járványügyi problémát, mint amivel ijesztgetjük az embereket. Vannak információink, vannak kutatási eredmények az immunitással és ennek a járványügyi kezelésével kapcsolatban. Ne őrüljünk bele ebbe a bolondériába. Ez a koronavírus az egészséges, jó immunműködésű emberek számára veszélytelen. Elhiszem, hogy mindenki fél az ismeretlentől, de hamarosan megismerjük ezt a vírust, és nem lesz okunk a félelemre. Ezt mondom a mai napig is. Gödény úr emellett kitart, mit szólnak ehhez? Hogyha majd megismerjük, akkor nem lesz okunk, de ők meg azt mondják, hogy ne féljünk, és mi nem ismertük meg. Tehát már eleve egy ellenmondást, meg más nyilatkozott, hogy ott van ugye, hogy vitaminok, immunerősítés, ez kell. Pontosan. A vírushoz ugye, itt nem akarok utalni, esetleges, hogy már érdekeltségekre. Tehát ez nem így van. De figyelj, boldog jöjjön, megint valami érdekeltségű beszél. Mindig valaki valami pénzről beszél, amiről szó nincsen. Nézzük azt, tehát csak a vitamin. Nézzük meg, mi van. Volt egy D-vitamin konszenzus 2012-ben, amit Merkel professzor is jegyzett, amiben azt írták, hogy a légúti megbetegedések 90%-a megelőzhető megfelelő mennyiségű D-vitamin adagolással. Miért nem ezzel foglalkozunk? Legújabb cikk, a spanyolok csináltak is egy ugyanolyan vizsgálatot koronavírus betegekkel idősebb korosztályban. Mi történt? Hogy csupán 4%-a szorult a kontrollcsoportnakhoz képest, 4%-a szorult intenzív kezelésre, és senki nem halt meg. Tehát ne beszéljünk arról, hogy érdekek, meg miért. Igenis, az immunrendszert lehet normálisan működtetni, és meg kell adni a feltételeket a működéséhez. Immunerősítésről nem beszélek, mert az egy hülyeség. Mert az immunrendszer vagy tolerál, vagy pusztít. Melyiket erősítjük? Tehát a mai napon, vagy elmúlt pár napban jött az a információ, hogy a PCR-teszt kárt okoz
az emberi szervezetben, akár az agyig terjedő befolyásoltságot lehet elérni általa. Nekem ez hajmeresztőnek tűnt még akkor is, hogyha az én fejemben ez olyan nagy változás nem okoz, viszont kérdezném az urakat, hogy ezzel egyet értenek-e? Ha mondanám, azért szerintem ők nem mondják ezt, ez egy nagyon szélsőség. De ezeket érdemes mondják, szerintem gyorsan tisztázni, hogy ezzel mi van. Ezt senki nem mondja ezt a dolgot. Ők azt mondják... Ebben boldogké urak, igazán ilyet nem mondtam. Tökéletes. Akkor ez mindenki szerint úgy hülyeség, ahogyan van, ugye? Hogy a PCR-teszt nem alkalmas arra, hogy kimutassa a koronavírus. Hát ez egy másik állítás, de nézzük ezt is meg. Ez egy óriási állítás, és ez hamis. Tehát ez totálisan hamis. Mi alkalmas, hogy kimutassa? Ön végzi ezt a tesztet? Én úgy tudom, hogy önnek van ilyen készüléke a... Én 30 éve ezzel foglalkozom, igen. Most nem... Tehát amit önök állítanak, az, hogy direkt mindenki, tehát aki ezzel foglalkozik, az van ilyen PCR-ciklus, hogy amplifikálják, 35-40 ciklusig, hogy direkt, akik ezt végzik, 60-65 ciklusig felviszik azért, hogy meghamisítsák az eredményeket. Ezt nem hoztam el, semmit, de ezt ön mondta. Hányszor ismétli ezeket a ciklusokat? Kicsoda? Hányszor ismétli ezeket a ciklusokat? Úgy van, hogy a kitek többségénél 40 vagy 45-ször, de valójában, hogyha van vírus, már 20-25 ciklusnál feljön ez. Nincs olyan világhatalmi összeesküvés, az összes 10 000 vagy nem tudom hány labor, az mind meghamisítja az adatokat azért, hogy kimutassa, hogy van PCR. Önök ezt állítják. Mivel lehet kimutatni a fertőzöttséget, hogyha nem ezzel a teszttel? Ez egy kérdés, de... Hát szerintem ez az igazi kérdés. Ha nem ezzel, akkor mivel? Bodoky úrnak elmondani, hogy megjelent egy franciák, marseillek által jegyzett publikáció, amiben az derül ki, itt van ez a grafikon, hogy 17 és 33 között már alig lehet, vagy bizonytalan, hogy mennyire lehet kimutatni. 17 ciklus számig lehet melegíteni a mintát, ahhoz, hogy még biztonsággal lehessen pozitív vagy negatív. Szerintem azok, akik a laboratóriumok világában nem járatosak, itt most elvesztik a fonalat. Kell az embereknek, hogy itt van egy olyan vizsgálati módszer, amelyet senki nem validált arra, hogy tömegesen koronavírus teszteljenek. Senki nem validálta tömeges tesztelésre, és nem tudjuk azt sem, hogy milyen primereket használnak, és hányszor melegítik. Ön most itt elmondta, hogy 40-szer melegítik. Ennek a cikknek alapján semmilyen validitása nincsen, hogyha 33 fölött. De ön akkor ezzel azt állítja, hogy ezek az eredmények, amelyek a PCR-tesztek alapján megszületnek, ezek nem valós eredmények? Hát nem tudjuk, hogy mi alapján és milyen módszerrel csinálják. A másik kérdésem az az, hogy ön ezeket, amiket kap a végén, tehát azokat ön visszaszaporítja valamilyen sejsoron, vagy valami módon... Szerintem módon ne haragudjon, ez most majdnem mindegy lesz, hogy mit válaszol. Egy mondatot csak, tehát ez az állítás, ez hamis. Igen, ezt akartam megtudni, hogy most ugye itt marad egy mondat, és itt hagyjuk a kedves nézőknek azt az állítást, hogy a PCR-teszt lehet, hogy nem is valódi adatot hoz ki. Ezt nem hagyhatjuk így. Tehát muszáj, erre muszáj valamit mondaniuk, ami igazolja a PCR-teszt valódiságát. Igen. Ha igazolható. PCR-teszt van. Vannak nagyon jók, aminek szinte semmi bizonytalansága nincsen. Most nem mondok cégnevet, egy cég, ott 3G-re nézik meg, ott gyakorlatilag pozitív kontroll, negatív kontroll, ott szinte mindig. Hogyha nincs személyi hiba, vagy hogyha nem jó helyre veszünk a mintát, mert mondjuk nagyon kevés vírus van, az lehetséges. Ami nálunk általános. Ami nálunk általános, azok, tehát valami, ami a legrosszabb az, ahol csak egy gén van, egy ilyen, mindegy, nem, hogy micsoda. Én attól tartok egyébként, hogy a hatóságjár arra fog menni, hogy a legrosszabb ott fogjuk venni, de a legrosszabb nem azt jelenti, ez nem azt jelenti a legrosszabb, hogy használhatatlan, az azt jelenti, hogy sok olyan bizonytalan dolog, ezt ismételni kell, és igazából ez több pénzbe kerül. Tehát ezek a tesztek, hogy mondjam, közel 100%-osan kimondják azt, hogy valami pozitív, esetleg nem találják meg, hogy pozitív a fals negatív, gyakorlatilag a jó tesztet, az gyakorlatilag szinte elképzelhetetlen. Kicsit hagyj egészítsem ki, tehát ennek van egy járványügyi szabályozási oldala. Hatósági érdekből a járvány elején meg volt tiltva, hogy a Nemzeti Népegészségi Központ laborján kívül más labor ilyen vizsgálatot végezzen. Utána ezt a kört bővítették, és auditáltak laboratóriumokat, amiknek engedélyezték azt, hogy ezt a vizsgálatot végezzék, és pont ezért, amit ön mond, ezért van az, hogy nagyjából ezek a leletek validak. Abban igazuk van ugyan,
hogy vannak gyógyult betegek, akikből még kimutatható a PCR-ral a vírus, ami nem jelenti azt, hogy ők betegek, ez okoz jelenleg problémákat. De még bocsánat, még egy picit, még egy pillanat, még egy mondatot. És ráadásul az adásidő végén vagyunk. Ennél a vizsgálatnál úgynevezett kópiaszámot is meg tudnak adni, ami azért lényeges, és ezt sajnos nem adják meg általában a laboratóriumok, mert az utal arra, hogy az illető, akit megvizsgáltak, mennyire fertőző. Tehát, hogy különböző fertőző képességük van, és ezeket az adatokat nagyon jó lenne feldolgozni. Ugye abban egyetértünk, ezt muszáj volt itt a legvégén tisztázni, ez a mondat nem maradhatott reflektálatlan. Hát az ő oldalukat tisztázták, de a mi oldalunkon továbbra is óriási kétségét. Hát a kétségét fogalmazta meg, erre most kapott választ. Mindenféleképpen tünetegyüttesen együtt kellene értékelni. Tehát nem úgy, hogy pozitív, hazavágjuk, semmi nem történik, és nem tud kijönni mondjuk egy karanténból valaki, 3 hét után sem, mert nem tud produkálni negatív tesztet. Tehát mit beszélünk erről? Sem azt nem mutatja. Ez egy messze vezető másik kérdés, amire sajnos most nem lesz időnk, hogy beszéljük. Ha egy mondat, akkor igen. Annál kevesebb. Tehát a koronavírus betegség nem laboratóriumi diagnózis, hanem orvosi diagnózis. Sok értelmes vitára lenne szükség ebben a dologban, azt gondolom, hogy tisztában lássunk, meg hogy mindenfajta szempontot jól értsünk. Hogy előrébb jutottunk-e ebben az ügyben, én remélem, és köszönöm a figyelmüket. Önöknek pedig köszönöm, hogy részt vettek ebben a beszélgetésben. A csatot látták, egy hét múlva jövünk újra, ugyanebben az időpontban ezzel a műsorral. Szép estét, viszontlátásra!